Kedves nézőink, önök az ismerős látják a Panon Televízió műsorát. Mai kihelyezett stúdiónk helyszíne a Zsolnai Kulturális Negyedben található Infopont és Shop. Nem véletlen, hiszen itt található a Szent Korona rekonstrukciója, nem csak a korona, hanem a koronázási jelvényekkel együtt. Alkotmányunk ünnepe augusztus 20-a pedig néhány nap múlva itt lesz vendégem, pedig dr. Fedeles Tamás történész, a Pécsi Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének munkatársa. Szeretettel köszöntöm. Ennek a koronának a története nagyon-nagyon sok korszakon ível át, rengeteg történet fűződik hozzá, aminek nagy része igaz, nagy része talán megkérdőjelezendő. Nagyon nagy lépésekben a legfontosabbakat erről a koronáról. Mi az, amit mindenkinek kell tudni? Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Elsőként azzal kezdeném, hogy a Szent Koronát első államalapító uralkodónkhoz, Istvánhoz, Szent Istvánhoz kötjük. Mindjárt fölmerül a kérdés, hogy az ő fejét érinthette-e az a királyi fejék, amelyet a parlamentben őriznek 1978-as hazatértét követően. Gyakorlatilag Szent István egyik legendája, a harci püspök által írt legenda tartalmaz egy olyan elemet, amely arról tudósít bennünket, hogy a pápának látomása támadt, és a Szent Koronát, amelyet a lengyel követeknek, lengyel uralkodónak szánt, ezt a magyar királynak küldte el. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy Szent István a pápától kapta a koronát. Mindez azonban igazolást nyert történeti kutatások által, hogy tulajdonképpen ez az elmélet egy 12. század végi elképzelés, 11. század végi elképzelés. Nem érinthette ez a fejékszer Szent István. A korona a mai ismereteink szerint két részből áll, van az alsó, egy ilyen abroncs korona jellegű, ez korona grékának is, görög koronának is nevezik, hiszen az ománcok, például Dukász Mihály görög császárt ábrázolják, az ő fiát, Konstantin, első Géza magyar királyt, illetve jellegzetes görög szenteket, Szent Mihály Alkangyalt, Szent Györgyöt, Szent Demetert és így tovább, és görög nyelvűek a föliratok. A második rész, ugye, ami zártá teszi tulajdonképpen két pánt, ez pedig latin korona néven ismert, hiszen ott gyakorlatilag az apostolokat, két apostolfejedelmet, apostolokat ábrázolnak, illetve mindkét részen Jézus mint pantokrátor, mint világbírót, és ugye a tetején található egy kereszt. Tehát gyakorlatilag úgy tűnik a legadekvátabb vélemények alapján, hogy ez két részből álló koronát, gyakorlatilag a 12. század 60-as, 70-es éveiben illeszthették össze. Tehát az első mindenképpen a görög korona, és ez gyakorlatilag a 11. század második felében készülhetett. A kereszt megdőlt, emellé szintén sok, hát nem mondom, igaz vagy kevésbé igaz történet fűződik, többfajta elmélettel magyarázzák. Mi lehet a valós oka ennek a kereszt megdőlésnek? Igen, hát nagyon sokan vizsgálják a koronát, és ha már Pécset vagyunk, el kell mondanom, hogy Koller József, egykori nagyprépost, a Szent Koronának egy kötetet szentelt, és ez is a tudományos Szent Korona kutatás fősodrába tartozott nagyon sokáig, ugye a 19. század elején. Történészek, művészettörténészek, műkedvelők foglalkoznak azóta is a Szent Koronával, és valóban fölmerült egy olyan elképzelés, ezt főként művészettörténészek vallják, hogy a korona tetején látható kereszt, a dőlésszöge az megegyezik a Föld forgástengelyének szögével. Következésképpen hát ez gyakorlatilag egyfajta kozmológikus értelmezést nyeri a korona, az isteni erő ilyetén árad mindig a magyar uralkodókra. Azonban ez teljesen téves, légből kapott elképzelés, bár nagyon masszívan tartja magát. Ugyanis Pálfi Géza, kiváló kollégám, az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa létrehozott egy Szent Korona, Magyar Szent Korona kutatócsoportot egy lendület program keretében. Ez a kutatócsoport 2012 óta tevékenykedik, és gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában megtalálták azt a dokumentumot, méghozzá egy országgyűlési követi naplót, amely részletesen tudósít arról, hogy 1638. februárjában hogy és miként sérülhetett meg a korona tetején a kereszt. Ugyanis ekkor harmadik Ferdinánd feleségét koronázták, és nem csak a magyar királyok
koronázásához volt szükség erre a fejékszerre, hanem a királynékat is úgy koronázták meg, hogy a szent koronát a jobb vállukhoz érintették. A lényegre fókuszálva, a láda, amelyben őrizték a koronázási ékszereket, a láda kulcsai nem nyitották a szent korona tokját, és ilyetén, hogy a követ rögzítette naplójában, a nádor parancsára késsel elkezdték feszegetni, és nyilvánvalóan, illetve nagy valószínűsége annak, hogy ekkor sérült meg a korona. És még egy dolgot említenék, a korona első, a magyar szent korona első hiteles ábrázolása szintén Pálffy Géza kutató csoportjának nevéhez fűződik, hogy ezt megtalálták. 1550 táján készülhetett el ez az ábrázolás, egy színes rajzról van szó, amely tulajdonképpen egyenesen ábrázolja a keresztet, és gyakorlatilag a 17. század 20-as, 30-as éveig egyenes kereszttel ábrázolták több ízben. Tehát ez az elmélet, miszerint valóban Ferdére készítették eleve, az abszolút tarthatatlan. Európában a magyar korona az egyetlen, amely a szent jelzőt viselheti. Mi ennek az oka? Hogy ahogy megjelenik a szent korona, folyamatos ez a jelző, a szakrá korona. Tulajdonképpen első ízben 1028-ban már feljegyzésekben ezt rögzítik, de igazából a 12. főleg a 13. századtól válik ez elterjedté, amikor hivatkoznak rá, és ez nagyon fontos, hogy a szent korona eszme kialakulása, amely ugye mind a mai napig közismert tény a magyar közbeszédben, gyakran hivatkozunk rá, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az uralkodó személye és a szent korona az elválasztható egymástól. Mondok erre egy példát. Hát leginkább talán úgy lehetne ezt visszaadni, 15. századi történetet mesélek, 1401-ben Zsigmond, luxemburgi Zsigmond királyt fogságba vetették. Itt Siklóson nem messze tőlünk raboskodott. Ekkor az ország élete ugyanúgy zajlott, mint egyébként, hogyha király szabad, ugyanis Kanizsai János esztergomi érsek arra hivatkozva, hogy ő a Szent Korona kancellárja elkészítette az ország pecsétjét, amelynek a köriratában az szerepel, hogy a Magyar Királyság Szent Koronájának pecsétje. Ez már jelzi azt, hogy tulajdonképpen az uralkodó szemétől függetlenedett, és az írásban is dokumentált, pecsét lenyomata is megvan. A másik, egy 1440-es eset, kettős királyválasztásra került sor, ugye egyrészt megválasztották 5. utószülött Lászlót, ugye Habsburg család sarja, a Szent Koronával megkoronázták. Majd a Szent Koronát, amelyet a dajkája lopatott el Visegrádról, a Szent Koronát magukkal vitte, magával vitte az édesanyja, luxemburgi Erzsébet, majd ezt követően egyébként vissza se került 1464-ig Magyarországra. Igen ám, de a török veszély miatt megválasztották az ekkor már 17-18 év körül járó Ulászló lengyel királyt. Mivel koronázták meg? Hát elvitték Fehérvárra, ott volt az esztergomi érsek, Szécsi Dénes, bíboros prímás, úgy döntöttek, hogy a Szent István fej erekje tartón lévő ablonos koronát helyezik a fejére, majd szövegesen rögzítették, ez egyébként a koronázási dekrétumban is szerepel, illetve egy oklevélben is, hogy a Szent Korona ereje és hatékonysága mindenkor az ország lakosok akaratától függ, tehát ők az ő révükön válhat valaki törvényes királlyá. Tehát ez a középkorban gyökerezik ez az eszme. Aztán persze nyilván Verbőci a hármas könyvében ezt megpróbálta összefoglalni, és hát nyilván további dolgokkal egészítette ki. Végül is utoljára Amerikából hozták haza Magyarországot, Amerikában volt a korona. Ez 78-ban, ezeng ez a 78-ban, 41 évvel ezelőtt került ide-vissza a Magyarországra. Most ugye nyilvánvalóan az eredeti az a parlamentben, kupolateremben ott található, ez egy rekonstrukció. Ez kinek a tulajdonában van ez a rekonstrukció? Hát ez jó kérdés. Én úgy tudom, hogy egy művészettörténész készítette el, és az ő családjának a tulajdona. De minthogy én inkább történészként közelítem a témát, tehát erről nagyon sok minden nem is tudok. Tehát én éppen ezért, amely történeteket eddig említettem, ezek mind-mind az eredeti koronáról szólnak. Tehát ez nyilvánvalóan ugye művészettörténészek, ahogy említettem, fantáziáját is felkeltette, folyamatosan vizsgálták ezt a koronát, és nyilvánvalóan ugye az eredeti korona alapján, ugye 978 után már vizsgálhattak
egyébként nyilván korábban is, tehát erre több millennium kapcsán is sor került erre 20-as években és így tovább. Nyilvánvalóan ugye megpróbálták úgy rekonstruálni, gondolom én, hogy az ő elképzelésüknek legyen megfelelő. Egyébként külalakra, így ránézésre messziről teljesen hasonlatos az eredetihez. De ez mindenképpen egy rekonstrukció, tehát nem, én úgy tudom, hogy nem egy hiteles másolat. Ugye a koronázási jelvényekhez tartozik az országalma, a jogar, a kard és a palást. Ugye a palást az most nincs itt, ezek külön-külön nagyon fontos szimbólumok, de mi az, amit szimbolizálhat mondjuk az országalma? Hát nyilvánvalóan ugye itt különböző felségi jelvényekről, uralkodói koronázási ékszerekről van szó, ezeket használták. Az országalmára kérdezett rá, időrendben mennék, ugye a Szent Korona, ahogy említettem, gyakorlatilag az alsó része a 11. század második felében készült. Az összeillesztése mostani állapotában a mérvadó kutatások alapján 12. század második fele, harmadik Béla regnálását szoktuk szóba hozni. Érdekes a jogar, ugye a jogarban kristályt találhatunk, tehát a jogarnak ez a legértékesebb része. Úgy tűnik, hogy ez az állam alapítás előtti időből származik. Az országalma viszont az Anjoukkal függ össze. Ugyanis az Anjou Liliumos címer látható rajta, és ez tulajdonképpen Károberto, vagy ahogy mi tudjuk, tanultuk Károly Róbert-től kezdve használják, tehát ez viszonylag késői, de még későbbi a jelen állapotában rendelkezésünkre álló kard, amely úgy tűnik, hogy 15-16. Században, 15-16. Század folyamán készülhetett valószínűleg itáliai mester műve, és az említett koronázási palást, ez viszont biztos, hogy istvánkori. Ugye ezt tudjuk, hogy nagyon díszes, arannyal átszőtt, és azt is tudjuk, hogy Szent István és felesége Gizella királyné adományozták 1031-ben a fehérvári bazilikának, tehát ez mindenképpen istvánkori, és ilyetén ugye ez az öt insignia jelenti a koronázási ékszerek együttesét. És ha már említettem az Anjoukat, ugye itt a történelem tankönyvekben is szerepel az, hogy ugye mi kell ahhoz, mi szükséges ahhoz, hogy egy magyar uralkodót minden szempontból törvényesnek, legitimnek tartsunk. Az Anjouk korában valószínűleg Árpád-kori előzményekre építve alakul ki már biztosan, működik az a gyakorlat, hogy három alapfeltétel kell, ez a középkorra vonatkozik. Esztergomi érsek koronázza, Szent Koronával az illetőt és Székesfehérvárat az ország szakrális központjába. Hozzá tartozik, hogy István például nem Fehérvárat, hanem Esztergomban koronázták, de István utáni időszakban ez kialakul, és az Anjouk, ugye mint leányágon a magyar trónra jutó örökösök fontosnak tartották a Szent Istváni, majd a Szent Lászlói kontinuitást hangsúlyozni, és ezért ezt törvénybe szokásjoggá emelték. Később ez változott valamelyest, ugye tudjuk, hogy 1527-től nagyon sokáig Pozsonyban koronáznak, 1680-as évek végétől pedig nem csak az esztergomi érsek, hanem az esztergomi érsek a nádorral együtt koronáz. A koronázó városokat kiegészíti Sopron, 17. században koronáztak ott uralkodókat, illetve majd aztán 1867-től kezdődően Buda, majd aztán később ugye 1916 kapcsán Budapest az, ami koronázó városként a magyar történelem lapjára került. Akkor a korona visszakerült Magyarország ugye 78-ban. Mi volt ennek a politikai oka talán? Hogyan sikerült mindezt elérni, hogy törvényes helyére kerüljön újra? Hát nyilván ez egy külpolitikai, diplomáciai intenzív kapcsolatoknak volt köszönhető, de minden esetre az jelzés értékű, hogy ugye egy akkor még ugye a szovjet blokkhoz tartozó állam területére az amerikai külügyminiszter vezetésével egy küldöttség hazahozta a Szent Koronát. Ugye ez egyrészt ugye a magyar nép számára is egy nagyon fontos szimbólum, független, hogy ugye itt a demokráciában, a népköztársaságban tengették mindennapjaikat, másrészt viszont, ahogy utaltam rá, hogy a kutatásoknak is új dimenziót nyitott, hiszen ugye több évtized távollét után, bár Amerikában is zárójelben jegyzi meg, Amerikában is vizsgálták, de a magyar kutatók többsége ekkor fért hozzá, és ekkor lendült fel ismét a Szent Korona vizsgálata, és a Szent Koronával foglalkozó tanulmányok, könyvek is ekkor kezdtek szaporodni. Az eredeti Szent Koronának az őrzése a parlamentbe külön őrséghez köthető. Annyira kell
speciálisan őrizni egy ilyen koronát? Mit lehet erről vagy szabad tudni? Hát a korona őrség intézmény egyébként nem új keletű. Nyilván ugye a korona, a Szent Korona jelentősége, szimbolikus értéke, és ugye az államhoz fűződő kapcsolata révén ugye kiemelt figyelmet érdemel. Tehát a koronaőri intézmény az egyébként már középkorban megjelenik, ugye Visegrádon is őrizték, ugye, és érdekes módon, ahogy említettem, 1440-ben sikerült ellopni, tehát azért voltak ilyenek, de nagyon fontos, hogy ugye ez olyan értéket képviselt, hogy külön koronaőri intézmény ugye folyamatosan megjelent, tehát a korai kortól kezdődően mindig ismerik a koronaőröket. Ugye hát a Révai Péter például az nagyjából koronaőrként ő az első, aki a Szent Korona történetéről írt, tehát mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel. Hát az, hogy milyen biztonsági előírásokat kell betartani, azt nyilvánvalóan ugye itt más szakembertől kell megkérdezni, ebben magam nem vagyok járatos, de valóban, amikor tavaly utoljára láttam egy nemzetközi kutatócsapat érkeztem, akkor is hát ugye megvolt a protokoll, meddig lehet megközelíteni ugye a kordont és így tovább. És hát ugye nagyon fontos, hogy az őrségváltásnál ott is megfelelő protokoll mentén történnek az események. Egy olyat hallottam, hogy a hazaszállítás alkalmával az a láda, amiben az ékszereket, a koronát is ugye tartották, ott nem volt igaz, de ráírták, hogy sugárveszélyes. Gondolom azért, hogy akkor feltételezhető, hogy nem fogja bántani senki, nem mer a közelébe menni senki. Vélhetőleg, hát nyilván egy ilyen féltett kincset megfelelő elővigyázatosság mentén kell, hogy szállítsanak. De valószínűleg ez lehetett ennek a magyarázata, bővebbet valóban én sem tudok erről. És azt, hogy ugye itt található most a rekonstruált formában, és ez a kis zörej, zaj, emberi hangok, beszélgetés hallatszik, ez talán még jó is, hogy nagyon nagy az érdeklődés, rengetegen látogatják meg ezt most itt Pécset, a Zsolnai Kulturális Negyedben. Egyébként augusztus 31-éig ingyen meglátogatható, és utána pedig ugye megint elviszik majd. Történészként annak idején, ugye hát akkor nem volt történész, amikor elkezdte ezt a hivatását, miért döntött emellett a nagyon szép tudomány szakterület mellett? Hát valószínűleg a kíváncsiság ebben nagyon nagy szerepet játszott, olvasmányélmények nagy szerepet játszottak. Pont a gyerekeimmel beszélgettünk az egri csillagokról, nekik nem tetszett. Én 3 nap alatt egy esős időben, amikor nem kellett a kertben dolgozni, abszolváltam. Tehát nyilván ezek mind-mind megragadták az ember figyelmét. Aztán utána, hogy mifele orientálódott a történelmen belül az ember jelenségben én, az pedig hát különböző egyéb körülmények függvényében alakult, változott. Magam az egyháztörténet iránt érdeklődöm, és azzal foglalkozok elsősorban. Nyilvánvalóan ugye az új megismerésének vágya. Szokták volt mondani, a történész szakma az azért is érdekes, mert hasonló, mint a detektív szakma, nyomozás, amikor főként ugye én magyar középkorral foglalkozván, ugye hát itt a források bősége nem igazán jellemző, a következésképpen apró mozaikoszkákból kell kisakkoznunk a lehetséges forgatókönyveket. Hozzáteszem, hogy mindig több forgatókönyv lehetséges, és erre általában hangsúlyt is fektetek írásaimban és előadásaimban egyaránt, hogy az általam fölvázolt, általam föltárt adatok bizonyos sorrendje az nem biztos, hogy kiállja az idők próbáját. Tehát ez az én elképzelésem, és nagyon örvendek annak, hogyha majd fiatalabb kollégák megcáfolják, mert hogy a kutatás ilyetén kontinúsá válik, és egymást követő generációk munkájaként a magyar közkincs része, magyar történelem részévé válik talán. A középkori és kora újkori történeti tanszéken dolgozik. Ez a korszak érdekelte a legjobban? Volt, ami emellett tette le a voksot, és mondjuk nem az ókor mellett, vagy a teljesen újkor mellett? A történelme unblock érdekelt, és amikor egyetemre kerültem, a történelmi szakot megkezdtem, én akkor már teológiai tanulmányokat is folytattam. Ilyen teológia is érdekelt, itt az egyházi gimnáziumi végzettségem, a családi beállítottság, ez mind-mind ez irányba is hatott, nyilván is terelt. És hát a közös meccéspont az egyház történet lett. És én kezdeti időszakban úgy gondoltam, hogy az egyház történetet átolt szettig, a magyar egyház történetet átolt szettig szeretném kutatni, vizsgálni. És hát a
középkor mindig frekventál, középkor mindig intenzívebben érdekelt és intenzívebben foglalkoztam vele. Az első publikáción például kronológiát tekintve 1686-ban vette kezdetét, és 1926-ig ível, tehát hogy nem éppen középkori, ami nyomtatásban megjelent, de a középkor az, amely mind a mai napig leginkább érdekel. Néha elkalandozik az ember olvasmányok kapcsán inkább, mint írásban más korszakok irányába, de ez a patinás korszak az, ami leginkább vonz, és még mindig lehet új forrásokat találni, különösen az általam és kutatott késő-középkor világából, itt a 15. századra gondolok leginkább, ez Magyarországon késő-középkor, hát Nyugat-Európában, Itáliában ez már koraújkornak számít, Mátyáskor, Zsigmondkor, aztán később a Jagelló kora. Páratlan lehetőségek vannak még ebben a korszakban, e korszakokban, külföldi archívumok, de akár a magyar levéltári források is lehetővé teszik, hogy új megközelítésben tárgyaljunk olyan dolgokat, amelyekről azt gondoltuk, hogy ismerjük, és már lerágott csont. Legutóbb például a Mohácsi csata, amelynek egy pécsi projektgazdája is van Pap Norbert kollégám szemében. Ugye Mohácsi csatáról is azt hittük, hogy mindent tudunk. Lám-lám, kiderül, hogy más megközelítéssel, meg annyi árnyalata korábban nem volt ismert. Majdnem minden esemény, Mátyás király igazságos volt-e, vagy nem, ugye? És már én is dolgozom régóta azon, hogy megdöntsük ezt a axiómát, hogy mennyire lehetett igazságos. Nyilvánvalóan ez egy ilyen romantikus mese-szerű szál a király propagandára alapozva, de hát nem feltétlen ez a valóság. Kutatóként, tudományos emberként ugye publikál is, milyen témakörökben jelentek meg eddig kiadványai? Hát viszonylag sokrétű a munkásságom, azt lehet mondani. Ugye itt Pécssel kezdtem egyháztörténet, tehát itt a pécsi püspökség 1000 éves történetét kollégáimmal földolgoztuk, közel 1000 oldalas kötetet készítettünk. Írtam Pécs város történetéről egy népszerűvé vált könyvet, de 6 történettel is foglalkoztam. Ilyetén például egy utolsó késő középkori magyar herceg ellen vezetett királyi hadjáratról írtam egy monográfiát. Most pedig egy új téma lezárásán dolgozom. Egy forráskiadványt most küldtem lektorálásra. 1426 és 1523 között azokat a magyarokat vizsgáltam, akik Rómába utaztak, a pápai kúriába, és ott szerették volna magukat pappá szenteltetni, vagy egyáltalán az egyházi ordók valamelyikét fölvenni, amelyet korábban nem vizsgált a magyar kutatás, illetve csak nagyon felületesen. És azt lehet mondani, hogy hát tulajdonképpen majdnem 800 többé-kevésbé ismeretlen ember, magyar ember római szentelési procedúráját tudtam adatolni. Az okmánytárban ezeket a vatikáni levéltárban föltárt forrásokat adom közre, és most éppen ennek a forrás, ezen forrás korpuszra alapozva ennek a témának a nemzetközi szintér is beleértve egy monografikus feldolgozásán munkálkodom. Tehát azt lehet mondani, hogy az utóbbi időben inkább a magyar szentszéki kapcsolatok és a vatikáni kutatások kerültek előtérbe. De azért Pécs is megmaradt természetesen. Egy tudós kutató az nem a díjakért, az oklevelekért, elismerésekért dolgozik, de voltak-e ilyen elismerések az elmúlt évtizedek alatt? Mi az, amiért kapott elismerést? Mások is úgy ítélték meg, hogy az olyan, hogy azt már díjazni kellene. Egyébként valóban, tehát így családom, szűkebb családom szokta is mondani, hogy meglehetősen munkamániásnak tartanak, tehát hogy így főleg, hogyha egy téma foglalkoztat, tehát szeretek kutatni, olvasni, írni, tehát nyilván ez az alap. Szeretek újat mondani, újat felfedezni, mert érdekel, izgat, és ha azt gondolom, hogy én megfejtésre lehetem, akkor lehet, hogy más is, néhány ember, több tucat ember témafüggő szeretné ezt megismerni, ezért ír az ember. És hát nyilván nagy öröm, és valóban nem azért dolgozik az ember, hogy most akkor ilyen díj, olyan díj, amolyan díj. Kettőt emelnék ki egyébként a díja kapcsán, amelyeket történészi munkámért kaptam. Az első volt professzorom, Szegedi Tudomány Egyetem volt rektora, dékánja, tanszékvezetője, Kristó Gyula, akinél egyébként doktori képzést is abszolváltam. 2004-es halála után alapítottak a nevére egy díjat a Szegedi Tudomány Egyetemen, és ezt tehát általában egy középkoros kutató kapja meg, és egy ízben nekem ítélték a kuratórium tagjai ezt a díjat. Ez viszonylag ilyen pályakezdő voltam, úgymond,
2006-7, már nem emlékszem pontosan, tehát viszonylag azt a korán kaptam. A másik, amire szintén büszke vagyok, és kiemelést érdemel, a professzorok Batthyány-köre. Batthyány-körének pécsi csoportja a Pécs kis monográfiámat Virág Benedek díjjal jutalmazta, hogy ezek nagyon fontosak számomra, mert nyilván ezek visszajelzések is egyúttal az eddigi teljesítményem kapcsán. Dr. Fedeles Tamás, köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadta a meghívást. Kedves nézőink, Önök az Ismerős című műsorunkat látták. A korona rekonstrukciója és a koronázási jelvények augusztus 31-ig ingyen megtekinthetők a Zsolnai Kulturális Negyedben. Viszontlátásra!